Máté Péter kihangsúlyozta, az idei évben sok fejlesztés történt Szexhád városában. Az összegzést a Zöldváros projekt bemutatásával kezdte. A fejlesztés 1,2 milliárd forint pályázati forrásból helyi, környékbeli vállalkozók összefogásával négy hónap alatt valósult meg. Az elnök elmondta, a projekt megvalósítása a kezdetekben lehetetlennek tűnt. 20 ezer négyzetméter beton törtek fel a belvárosban, Összességében 5000 négyzetméterrel lett több a zöld felület nagysága. Itt szeretném megemlíteni, hogy a zöld tartó karbantartó és köztársasági igazgatóságot megszüntettük. Ezt a tevékenységet átszöltük az Alicka és ezt a munkát végül már ők végezték el, úgyhogy elégedettek lehetünk vele, nagyon szépen dolgoztak. A Kesejűsi út és kerékpárútak is fejlődtek a Vármegye székhelyen 3,1 milliárd forint értékben a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel konzorciumban. Biztonságosabb és komfortosabb közlekedés <coughs> a város keleti megközelíthetősége rendezett, gyemenc elérhető kerékpárral, ez egy nagyon jó dolog, pozitívum. Jó a kerékpárút, próbáltam személyesen is, nagyon jó a kerékpárút. A csatlakozásra van egy kis bajunk, de orvosolni fogjuk. A kerékpárutat továbbá fejlesztették a Palánki úton is. A képviselő hozzátette, itt a sok eső kihozta a hibákat, ami süllyedést okozott, ezt a jövőben orvosolni kell. A beruházás része a tolnát domborit elérő koncepciónak, így ez a kerékpárút folytatódni fog a Palánki iskola előtt a vasút mellett mözsig. Ennek megvalósulása esetén például Szexárról, a Szőlőhegyről kerékpárral el lehet jutni majd Fadra, Domboriba, Tolnára. Máté Péter a 2024-es évre kitekintve ismertette, hogy 5,3 milliárd forintos útépítési program kezdődik a városban.